Star Wars kötetek széles választéka a sukics.hu webáruházban. 7% extra kedvezmény a Rixon kuponkóddal. Link a leírásban. Legutóbb ott hagytuk hátra a Tales of Vader Castle-t, hogy lázadó hőseink, miután lezuhantak a Mustafáron, a túlélés egyedüli esélyének azt látták, ha bemennek az itt álló félelmetes kastélyba, ám útjukat állja egy csapat láva osztogos. A katonákat végül G3, a csapat testőrtraidja intézi el, mellett a többiek bemenekülnek Vader kastélyába, miközben további történeteket mesélnek egymásnak. Az első sztori egy erekjéről szólt, melyet a Kiva rendszerbe kellett elszállítani, ami ugyanakkor állítólag el volt átkozva. Végül ki más felelne el egy ilyen feladatot, ha nem Han Solo, és Chewbacca minden ellenzése ellenére tényleg ide érkeznek. Mint kiderül, a bolygót egy életenergiával táplálkozó boszorkány hajtotta uralma alá, és elfogta Han egy csempész barátját, Karamut is, aki Solo előtt próbálta meg leszállítani a műkincset. A boszorkány által létrehozott növények azok, amelyek segítségével táplálkozik, és amelyek elszívják az életerőt, és miután Karamu mellett Hunt is fogságba ejtik, elkezd megöregedni. A gonosz boszorkány gonoszan elmesélt gonosz eredet történetéből kiderül, a megbízó az ő testvére, egyben a bolygó törvényes uralkodója, aki meg akarja szabadítani a bolygó testvére elnyomásától, ezt a célt szolgálja az erekje. Ekkor befut Chewbacca, aki lévén egy hosszú életű fajba tartozik, nem hat rá a növények ereje, és a szobracska segítségével legyőzik a banyát. A kastélyban tovább bolyongva Hunt meglát egy értékesnek tűnő kristályt, ami eltereli a figyelmét, és lemarad a csapattól, mire egy vörös csukját viselő teremtmény ragadja őt el. Az osztag szétválik, hogy felkutassák elveszett társukat, az azóta felzárkózott G3 pedig egy újabb sztorit mesél az Endor Holdról, hogy megnyugtassa vele félős társát, a rovarszerű Skriddet. Az eddigi történetek közül nekem ez a személyes kedvencem, mert nagy mértékben ragadja meg a régi két Ewok film hangulatát visszatérő állatokkal, no meg egy szörnyel is. Logray és csapata egy vadászatról térnek vissza, mert azt tapasztalják, az összes gyermek váratlan módon eltűnt. Első gondolatuk az, hogy a szomszédos Dulok nevű törzse volt el az ifjakat, akikkel jó ideje békében éltek már. Így hát ide indultak, ahol viszont azzal szembesültek, hogy a falu teljesen megsemmisült. Egyetlen Dulokkal találkoznak csupán, akinek a kezében valóban egy Ewok gyermek van, ám azt mondja, nem azért rabolta el, mert ellenség, hanem mert áldozatot kell hozni a nagy szörny számára, ami lerombolta a falujukat. A csapat tovább indult, míg nem elértek egy hatalmas fa szerkezethez, mely egy Ewokot ábrázol, és aminek a belsejébe Ewokokat zártak el. Ekkor a falu sámánja, Makrit belöki társait a ketrecbe, és mint kiderül, ő tervelte ki az egészet, hogy áldozatot mutathasson be a nagy Goraxnak. Ez a szörny szintén a régi Ewok filmekben bukkant fel először, ezáltal pedig a kánonba is bekerült. A fiataloknak azonban sikerül megszokniuk a szörny elől, mégpedig egy csapat vadállattal, amit a náluk lévő kürtel vonzanak a hatalmas szerkezethez. Az áldozat azonban nem maradhat el, a Gorax pedig Makrit sámánt fogyasztja el, aminek köszönhetően a tanítványa, Logray lett az Ewokok új sámánja, ahogyan azt már a Jedi visszatérben is láthattuk. Ez a mese sem nyugtatta meg különösképpen Skriddet, G3 pedig betéved egy terembe, ahol szembe találja magát Vader leghűségesebb szolgálójával, Vanével, nem sokkal később pedig maga Vader is felbukkan, aki Mislikbe aprítja a harci droidot. Legközelebb innen folytatjuk a történetet, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, vagy iratkozz fel, ha még nem tetted volna meg, ha pedig szeretnéd támogatni a munkásságomat, a csatornatagság funkcióval ezt is megteheted. Sziasztok, az erő legyen veletek! Jó srácok, a porkácsereg tök chilles, talán csatlakozhatátok, vagy valami.